Egyszer volt ott. Egyszer otthon nem volt, volt egyszer egy fa. Ez a fa találkozott az úttal. Olyan értelmes mese következik. Sziasztok, üdvözlet 2015-ből. Hunderek csináltam videót, volt egy ilyen kis téli szünet. Na, úgy döntöttem, hogy az első videó az legyen a nyereményjáték eredményeinek a kihirdetése. Meg hát egyébként is aktuális a dolog, már lejárt a határidő. De mielőtt elmondám, hogy kik nyertek, ugyanis kettő van. Ugye két kategória volt, Minecraftban készült, és valamilyen más modellező, mintha Minecraft modellező lenne. Szóval modellező programban készült alkotás. Amíg elmondom azt a pár mondani valót, addig a beküldött képekből láthattok egy ilyen véletlenszerű gyűjteményt. Az egyik az egypercesekről és a darálókról, rengeteg pályát küldtök, tehát türelem. Nem tudom, milyen gyorsan feldolgozni őket. Most konkrétan a darálónál 164-et ír, de ennek már mennyit? Hány rész volt idáig? 30? Fú, már nem tudom, a negyedik résznél tartok. 30 valamennyi volt. Szóval abból annyi lejön. Úgyhogy aki mostanában küld, az várni fog egy darabig. Aki viszont már hónapokkal ezelőtt elküldte, az izgulhat, hogy hamarosan sorra kerül, az az előnye. Egy perceseknél is hasonló a helyzet. 110, úristen! Abból persze lejön, amiket már feldolgoztam, tehát nem töröltem ki azokat a leveleket. Ez mennyi lehet? 50... 50... Olyan 60-70 van még hátra. Igen, ahogy ha jól látom, nagyjából annyi van. Nem írja ki a konkrét számot, csak az összeset. Én pedig itt magamnak jelölgettem, hogy mi az, ami volt, mi az, ami nem volt. Viszont mindenki sorra kerül, mindkettőben szokta így írni nekem, hogy remélem ez is bekerül. Hát mindenki bekerül, csak hát idő. Enni is ugyanez. De ja, tényleg már fölvettem előre pár részt, igen, tényleg. Még azt hiszem két rész van hátra, amit előre fölvettem. Aha, még két rész van előre fölvéve. 8 és a 9, és akkor utána jönnek ezek. Ja, szóval így, ez mennyi? Olyan egy hónap. Annál még csak egy hónap. Na igen, a másik, illetve egy fontos dolog, amit az egypercesekkel kapcsolatban akartam mondani, hogy szeretnék még más ilyen témákat is, vagy más ilyen feladatokat is kitűzni. Itt ugye az idő volt megkötve. Ezt eredetileg így terveztem, hogy mindig lesz valami megkötés témára, vagy mit tudom én, szóval például témára, és akkor majd azt küldtök pár egyperceset, azokat bemutatom, és akkor jön valami következő ilyen, mondjuk kihívás. De az a helyzet, hogy folyamatosan jönnek, úgyhogy kénytelszek azt mondani, hogy ne küldjetek többet. Ma még lehet küldeni, de amik holnaptól jönnek, azokkal már nem fogok foglalkozni, nem fogom őket videóban feldolgozni legalábbis. Ugyanis szeretnék még más ilyen érdekes feladatokat kitalálni. Ezt még fogom párszor harangozni, mert biztos vagyok benne, hogy nem mindenki látja időben ezt. Szóval ma legyen határidő, ha van valami félkész, akkor azt gyorsan fejezzétek be és küldjétek el ma. Ennyi. Aztán közeledik a 300. videó, meg remélhetőleg a 6000 feliratkozói különkiadás, és már elkezdtem gondolkodni, hogy mik legyenek, még nem jutottam semmire. Ha esetleg letírjátok meg, hogyha van valami ötletetek, vagy kívánságotok, mit szeretnétek látni, hallani, az valószínűleg segítség lenne. Következő. Facebookon megosztottam a készülő horrorpályának a demo változatát. Hát lassan szépen készülget a pálya, ahogy tudom, csinálgatom. És hát nagyjából, illetve pontosan ott tart most a pálya, ameddig a demo. Szóval ez egyébként a teljes játéknak úgy a fele, talán a fele, inkább talán egy kicsit kevesebb. Nagyjából. Tehát ilyen hosszúságú pályára lehet majd számítani, és horror, és remélem izgalmas és ijesztő lesz. Ideig Facebookon tök jó visszajelzések voltak, úgyhogy úgy látszik jó irányba halad a dolog. Van egy pálya, aminek most fog megkezdődni az építése, és amihez építőket keresünk. Én nem fogok rajta építeni, én csak restonozni fogok.
rocksrác vezeti ezt, ezt az építkezést, de jól jönne neki pár segítő. Szóval, keresünk építőket. rocksrac@gmail.com címen lehet jelentkezni, lehetőleg küldjetek építményt, igen, képet vagy pályát, tehát valami korábbi építményt, az se baj, hogyha még félkész a dolog, ha nem készültetek el vele. Két dolog kell igazából, hogy tudjatok szépen építeni, és kitartóak legyetek, tehát végig tudjátok vinni, mert valószínűleg hetek kérdése, mire elkészül, mert hogy ez egy ilyen nagyobb pálya. És a, tényleg, és a címben, vagy a tárgymezőben pedig írjatok valami építésznek jelentkeznék, vagy tehát valami utalást. Mondjuk engem kérdeztek, írjátok azt, hogy mandarin. Oké, akkor azt hiszem már csak egy dolog maradt hátra, eredményhirdetésen kívül persze, hogy mindjárt indulni fog, illetve hamarosan indulni fog egy következő nyereményjáték, viszont azt nem tudom még mire fog kimenni a dolog. Erről is lehet írni ötleteket, hogy miről szóljon. A történet az az, hogy nemrég kaptam Steam játék kulcsokat, a küldő az nem akart, hogy mondjam a nevét, tehát egy névtelen adakozótól, ezúton is nagyon-nagyon köszönöm neki. Nem kell nagy játékokra számítani egyébként, tehát nem ilyen FIFA, meg Code, meg C, meg mit tudom én, tehát sokkal kisebb árkategória. És szóval úgy döntöttem, ezeket szeretném nyereményjátékra kiosztani. Úgyhogy lehet írni ötleteket. És akkor nem maradt más hátra, mint meghirdetni a nyerteseket. Doppergés, Minecraft kategóriában a nyertes. Az az érdekes, hogy eshangú volt a döntés, tehát mind a ketten egyértelműen őt mondtuk a kedvencnek. Rengeteg jót kaptunk egyébként, amit láttátok a videóban, de ami nekünk a mi szemünkben mégis kitűnt egy kicsit, Diablo 62 alkotása, egy hógömb. Igen, most az erről készült képeket láthatjátok. Akkor a másik kategória ugye a modellező programmal készült, doppergés, modellező programmal készült, ebben is egy hang volt egyébként a döntés. Kategóriában a nyertes Bálint 04. Egy ilyen repülő malacos szánkos dolog, nagyon ötletes, tetszik, nagyon tetszik. A nyerteseket Márk hamarosan keresni fogja e-mailben, vele fogjátok majd lerendezni a meghívó dolgot. Gratulálok még egyszer, a többieknek pedig köszönöm a beküldött képeket. Nagyon ötletes, nagyon kreatív megoldások voltak, valamennyi nagyon tetszett a kézikönyv óvjon.